Így néz most ki a papok rétje Nyírbátorban, ahol a római katolikus minorita és a görög katolikus templomot egymással összekötő várostörténeti sétányon új szobrokat avattak. A Bátori család tagjait ábrázoló szoborcsoportban megtalálhatjuk Bátori Miklóst, aki Mátyás király püspöke volt, akárcsak a kenyérmezei csata hősét, Bátori Istvánt. A különleges látásmóddal megalkotott bronzszobrok némelyike egy betonfalból lép elő. A betonfalat még egy kicsit tovább fogjuk gondolni, ahhoz, hogy még érthetőbb legyen az emberek számára, mert ez a jelenet ugye egy történelmi jelenet. A történelem fogságából kerülnek elő ezek a személyiségek, ezek a figurák, ezek a szobrok, aztán eltűnnek az idő ködébe, az idő homályába. Tulajdonképpen ez az ideológiája ennek a jelenetnek, ami mondom, annyira egyedülálló, hogy Magyarországon nem nagyon van ilyen. Természetesen lehet találni a világban hasonló témákat, vagy hasonló látásmódot, de itthon nagy bátorsággal talán én használtam ezeket most először. A kibővített várostörténeti sétány átadó ünnepségén Máté Antal, a város polgármestere úgy fogalmazott, a mostani beruházás egy olyan nagyszabású zöld fejlesztés eredménye, amely egyben a város csapadékvíz elvezetés problémáját is megoldotta, emellett közlekedési és gazdasági beruházást is jelentett. Ez egy nagy kiemelt zászlóshajó projekt, egy román-magyar határon átnyúló együttműködésnek, amelyben a kedvezményezett a vármegyeünk, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat volt. Ennek egy projekteleme volt itt Nyírbátorban, ami nagyságrendileg 400 millió forintot jelentett, és ennek két eleme volt, egy a ma átadott várostörténeti sétány bővítése, és volt még egy eleme, ez a Fedeles Lovarda turisztikai fejlesztés. Ez a kettő együtt került ekkora összegbe, és az Európai Uniós támogatás jelent, kiegészítve hazai finanszírozást. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a Bátori Múzeum, a műemléktemplomok felújítása, valamint a várostörténeti sétány bővítése olyan fejlesztés együttes, amely Nyírbátor másfél évtizedes fejlődését is jelképezi. Fejlesztések sorozatával sikerült egy élhető települést, és nagy vonzó képességgel és munkahelyek ezreivel rendelkező települést közös erővel felépítenünk. Sezták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke azt mondta, a vármegyei fejlesztési tervben Nyírbátor fontos szerepet kapott. Decentrumként azonosítottuk Nyírbátort Máté Szalka és Kisvárda mellett olyan kereskedelmi és ipari központként, amely az egész térségre hatással lehet. Látszik az elhelyezkedésből, a földrajzi elhelyezkedésből, hogy nagyjából hasonló távolságra vannak Nyíregyházától, és nem a vármegye szélén vannak. Tehát a saját kis térségükben olyan vonzáskörzetet jelenthetnek, olyan munkalehetőséget jelenthetnek, amely azt jelenti a munkavállalók számára, hogy elérhető távolságban vannak a munkahelyek, nem kell órákat utazni egy ipari munkahelyért, és hát ezt a szerepkörét ezek a városok egyre inkább be is töltik. Az eseményen részt vett Fülöp Attila, a gondoskodás politikáért felelős államtitkár is. Mivel az egész teret nem tudták letakarni, jelképesen a Szent István szobor leleplezésével adták át a város új köztéri szobrait. Az államalapító szobra a sétány végén a görög katolikus templom mellett kapott helyet.